szellemi egészség lesz a témája a mai esténknek. Ezen belül az, hogy az egy, meg az egy, az hogy lehet mégiscsak több, mint kettő. Miről lehet felismerni az érzelmileg egészséges embert? Lehet egy házasság olyan, amire vágyunk, sőt, még annál is jobb? Fel tudjuk-e ismerni, mit kell tennünk, és ha igen, hogyan csináljuk? A fenti kérdéseken kívül számos izgalmas témát boncolgat dr. Mihalec Gábor új 1 plusz 1 egyenlő 3 érzelmi egészség a párkapcsolatban könyve, melynek bemutatóját Székesfehérváron a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban tartották. Nem a matematikát szeretnénk a feje tetejére állítani, hanem arra szeretnék ezzel a címmel utalni, hogy amikor egy meg egy, vagyis az én és a te találkozik és létrejön egy mi, akkor ez a mi sokkal több lehet, mint amit külön-külön a két résztvevő félből kinéznénk. Összeadódnak a képességeik, a lehetőségeik, és valami olyanná válhatnak együtt, amit külön-külön senki sem gondolt volna róluk. Erre utal az 1 plusz 1 egyenlő 3-mal. Na most aztán a valós életben sokszor azt látjuk, hogy 1 plusz 1 az nem 3, nem is 2, hanem mondjuk másfél lesz, vagy 1 marad. Hogyan lehet ezt megelőzni, ezt a helyzetet? Vagy ha már kialakult, akkor hogyan lehet ebből valami még többet kihozni? Hogy lehet azt a sok kreativitást, azt a sok lehetőséget felszabadítani, ami benne lenne egy kapcsolatban? A házasság hete fehérvári programsorozatának előadója arról is beszélt, az érzelmi egészséget tartja legfontosabbnak a párkapcsolatban. Talán az érzelmi egészségünket leginkább befolyásoló tényező az az érzelmi klíma, amit magunk körül megvalósítunk. Ez elsősorban fakad belőlünk. Végigmentünk ezen a folyamaton? Monitorozzuk, mi történik bennünk? Meg tudjuk nevezni? Tudjuk szabályozni az érzelmeinket? De akkor még mindig ott a másik fél. Hiszen 1 plusz 1 jó esetben egyenlő lesz 3-mal, de mi van akkor, hogyha a másik még nem tartott? Mi van, ha még nem képes erre? Akkor az én felelősségem, beleérző, támogató társként őt is segíteni a fejlődés útján, hogy ne szétfejlődjünk, hanem együtt fejlődjünk, együtt haladjunk. Akkor én lehetek az a tükör, amelybe a másik belenéz, és meg tudja magáról állapítani, hogy mi is történik benne. Hogyan lehetne ebből valami jobbat kihozni, ahelyett, hogy most itt a te kedvedet is lehozza a pincébe, az enyémet és a gyerekét is, szerinted hogyan tudnánk ebből együtt jól kijönni? Ha megvan az a kellő érzékenység és az a tudatosság, hogy mi a legjobbat akarjuk kihozni a házasságunkból, akkor valóságos csodáknak lehetünk a szemlélői. Mihalec Gábor előadásában elmondta, az érzelmi egészség magában foglalja a megelégedettséget, a lelkesedést az élet iránt, a stresszel és akadályokkal való megküzdés képességét, az élet értelme és célja felüli meggyőződést, a tanulás és alkalmazkodás rugalmasságát, a munka és játék egyensúlyát, az emberi kapcsolatok kezdeményezésének és fenntartásának képességét, valamint az önbizalmat és a magas önértékelést. Hogy képes az életének célt és értelmet tulajdonítani.